Az elmúlt hetekben is szép eredményekkel örvendeztették meg a sportkedvelőket a DKSE tornászai. Trenka Jánossal beszélgettünk. A sikertörténetek első felvonása a szupercsapatbajnokság volt. A DKSE A csapata Cifra Bettina, Lili, Mayer Gréta, Makai Lilla, Csiki Zsófia összeállítású együttese nyerte a Waberers női szupercsapatbajnokság első fordulóját, az olimpiai kvótás Cifra Bettina, Lili pedig az országos bajnokság egyéni összetettjében diadalmaskodott. Szerencsére vagyunk annyian, hogy lehetne taktikázni, meg szoktunk is taktikázni, hiszen a válogatottjainkat általában két csoportra szoktam bontani, és akkor őket meg kiegészítjük a feltörekvőekkel. Úgy szoktuk megcsinálni a csapatot, most a Zsófi sérülése miatt egyel kevesebben vagyunk, és most inkább hagytam, hogy a válogatottak egy csoportban versenyezzenek, és a feltörekvők ifikkel együtt viszont alkossák majd a B csapatot. Igazából első forduló alapján első és harmadik helyen fordultunk, szép eredmény, így is. Majd az őszi forduló, majd a legvégén majd eldőlt majd mindent. Az országos bajnokságon Mayer Gréta háromszeren, ugráson, talajon és gerendán is diadalmaskodni tudott. Utóbbi szeren az olimpiai kvótás Cifra Bettina Lilivel holt versenyben. A női tornászok Waberers felnőtt országos bajnokságának szerenkénti döntőiben, ahol az FTC és Székely Zója felemás korláton nyert. Az öt aranyéremből négyet elhoztunk. Egyedül a felemás korlátot nem tudtuk elhozni, az a Ferencvárosnak lett odaadva, joga természetesen, de az a lényeg, hogy több második hely, harmadik helyünk született, és én azt mondom, hogy maximálisan elégedett, hogy kell, hogy legyek. Ráadásul gerendán öt dunajvárosi versenyző indult, tehát hogy az azt jelenti, hogy a hatos létszámból öten mindenképpen ők, tehát Dunajváros versenyzett. Ez megint egy nagyon szép eredmény, hiszen másnak nem sikerült. Szerintem már nagyon régóta olyat, hogy ma nem teljes szert mi domináljunk. Folytatásban Törökországban, Antaliában rendezték meg a tornászok Challenge világkupáját. Mayer Gréta ugráson végül második, gerendán az ötödik legjobb eredménye jutott be a fináléba. Felemes korláton azonban sem Grétának, sem Makai Dillának nem jött össze a döntő. Eszéken aztán jöttek az eredmények. Öt döntős helyezésnek örülhettünk. Gréti ugráson is nagyon szépen szerepelt az eszéki világkupán, úgy, hogy voltak problémái, sajnos volt, hogy gyógyszer kellett beszedjen, mert nem úgy érezte magát, ezért másodnap már a döntőben talajon már le is könnyítettük a gyakorlatát, az, hogy ne legyen semmiféle probléma, és tudtuk azt, hogy most viszont egy pihenés vár rá, az, hogy gyógyuljon meg. Az említett versenyekről írásos összefoglalók is készültek, melyeket a Dunajváros online-on olvashatnak el a sportkedvelők.